Mint látjátok, éppen nem traktorozom. Hanem kicsit markolózok. Mert egy jó traktoros, mert egy jó traktoros, kérem szépen, az mindenhez ért, amennyire az vár. Egy jó traktoros, akár még repülőgépet is el tud vezetni. Egy kis túlzással persze. Szóval ugyanazon a farmon vagyok, ahol a fent traktorok is vannak. Csak ma éppen ez a feladat, hogy kiássak ilyen sáncodások. Ilyen vízcső lesz lefektetve. Ez a csáv ezt tervezi, hogy majd ide vett követ, és ugye legyen a marháknak innivaló itt is, a mellettünk lévő földön már vannak neki növendékbornyú. Már nem tudom, hogy milyen hangot fog majd fölvenni, mert lehet, hogy ez a gép egy kicsit zajosabb, mint a traktor. De reméljük, hogy jó lesz. Meg egy másik dolog, amit észrevettem a YouTube csatornámon, hogy növekszik a feliratkozók száma. Ennek nagyon örülök, mert én ezt a YouTube-ozást nem igazából komolyan művelem, de mikor van érdekes dolog, azt rögzítem, és utána, amikor van időm otthon, hétvégén, vagy esős napokon, akkor feltöltöm. Úgyhogy ennek én nagyon örülök, és köszönöm azoknak, akik feliratkoztak a csatornámra. Nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán lesz több tíz feliratkozó. Lehet, hogy hülyén hangzik, hogy én örülök annak, mondjuk, hogy lehet 100 feliratkozó. Tehát könyörgöm, én nem egy nagy youtuber vagyok, hanem egy egyszerű fiú Írországból. Egy magyar fiú, aki próbál az életben elboldogulni. Annyira nem egyenes a sánc, de
nem is kell annyira egyenesnek lenni, épp ahogy kiásom, aztán fektetjük le a csövet. Én abban sem vagyok benne biztos, hogy lesz, tehát kavicsba tesszük a csövet, lehet, hogy csak úgy. Azért próbálom az egyenet tartani, a kőfalnak a sarkáig kell ásni, utána fordulunk, utána másik irányba is. Hát egész hosszú, van egy kis sarló mintája. Belefér. Jó, jó lőni nem lehet a borozdába, vagy a sáncba, ki hogy hívja. De azért elmegy szerintem ide forra. Jó, persze, amikor aszfaltot kivágják, és akkor az a, tehát megvan a csík, és akkor abba kell ásni, mint otthon mondjuk a telefoncsöveket, vagy a villany, a gáz, víz, meg a lárosén. Ugye ott megvan egy adott csík, és abba kell ásni, és az egyenes. Ez meg olyan, amilyen. Jó az itt a tanyára. Hát én régen egész sokat dolgoztam én ilyen masinákkal. Egészen a 2,5 tonnától azt hiszem a legnagyobb volt a 32 tonnás masina, amit irányítottam, hogy van egy kis rutinom azért benne. Ez a GCP, ez nagyon jó masína, nagyon jó kis gép, de tényleg oda tesz mindent, ahova kell, tehát nagyon. Tehát a GCP-nek a joystickjai nagyon híresek a pontosságtól. Jó, persze, de attól is függ, hogy milyen idős képezet. Tehát egy 20 évestől ne várjunk el azért 100 mm pontos képet, vagy pontos irányítás, de azért jó lehet vele még azon is dolgozni. Hát ez meg szerintem, ez 10 éves talán, ez a gép. Annyira nincsenek kikopva a csapok, a kanál rögzítésnél. Jó, kicsit zörög, meg lötyög, de azért én dolgoztam ennél jóval rosszabb képpel is. Ez nem is olyan jó, vagy nem is olyan rossz. Úgyhogy ez a feladat, úgyhogy el vagyok. Hát, nem igazából fáradok el benne, de hát vannak ilyen napok is, amikor úgymond ilyen könnyű a lelő. Csak ezt szerettem volna így elmondani a szövegbe, továbbiakban pedig továbbiakban majd zene fog szólni. Nem akarok én egy fél órás videót ebből, de ezért megmutatni. Thank you.
nem egy izgalmas meló. De azért el lehet volna lenni. Már itt vagyunk közel a falhoz. Utána végig a fal mentén végig ásni. Amikor az ember ért sok mindenhez. Ezt a későbbiekben, majd ha egyszer hazamegyek Magyarországra, ami nem most lesz, de azért ezt kamatoztatni akarom. A markolós tudást. Nem olyan nehéz, meg kell szokni, hogy mit is, hogy is működnek a... Tehát a joystickok, a gépnek a gyorsasága. De hogy elülöd a picsádat, az biztos. Minden jóban van valami rossz, ugye? Szokták volt mondani. És azért rakom, gondolom a hozzáértők azok rájöttek, hogy hát azért lakom jobbra és balra, mert jobb oldalra rakom a termőföldet, bal oldalra pedig a shitet. Tehát az lesz majd először visszatemetve, ha csőben lesz, majd utána pedig utána termőföld vissza. És azért rakjuk ilyen mélyre a csövet, hogy lehessen szállni. Mm-hmm.